Jó napot kívánok, kedves nézőink! A ma délután folyamán a női NB2 északkeleti csoportjának hatodik fordulójából a Hajdunánás Máté Szalka mérkőzést láthatják. Mielőtt a mérkőzéshez hozzákezdünk, hallgassuk meg, mit mondanak az edző kollégák. Hát igazából volt egy kis pihenőjük, tehát kaptak egy hosszú hétvégét, egy péntek, szombat, vasárnapot. Egyébként meg hétfőtől péntekig edzésekkel játszottunk egy edzőmérkőzést a Kislokival, az NB1-B-s csapatukkal, hogy megpróbáljunk azért valamennyire ebben maradni a formában. A tabella szerint egy szorosabb mérkőzés lesz, mint az eddigiek, de azért erre szeretnénk rácáfolni, és inkább egy magabiztos győzelembe bízom. Kazinczy Lottinak volt egy ilyen kisebb bőr problémája, tehát levetkőzik, de nem fog játszani. Többiek azok egészségesek. Készültünk nagyon sokat, tehát videóztunk, elemeztünk, de mi ma egy jó mérkőzést szeretnénk játszani, nekünk inkább a következő meccsek, amik fontosabbak. Tisztában vagyunk, hogy Hajdunánás fel szeretne jutni, nagyon jó csapatnak tartjuk őket, technikás játékosokkal, ha mi ma nyerünk, az egy bravúr. Mindig rizikós meccseket játszottunk, ugye egy-két góllal nyertünk. Én úgy érzem, hogy most érkeztünk meg a bajnokságra, mindenki most már ott van testileg, lelkileg. Meg vagyok elégedve, mert egymásért is küzdünk a pályán, amit én eddig hiányoltam, az most már kijött szerencsére. Ketten nem tudtak eljönni, ifista játékosok, egyébként teljes kerettel vagyunk, tehát hogy egészségesek vagyunk szerencsére. Sérült játékosok is már próbálnak ugye visszaállni, tehát mindenki itt van szerencsére. Hallható tehát a edző kollégáknak a esélylatogatását. Ugye Máté Szalka tehát a élmezőnyben helyezkedik el, így akár szoros mérkőzésé is tehetik ezt a mai napi játékot. Viszont Varga József elmondta, hogy azért ők minden nap készültek edzéssel, és viszonylag kevés pontszámbéli különbség ellenére egy magabiztos győzelmet vár. Máté Szalka pedig egy roppant szimpatikus csapat benyomását kelti, ahogy készültek, ahogy pályára léptek, ahogy melegítettek, és ők is mindenféleképpen meg szeretnék nehezíteni a Hajdunánás dolgát. Láthatjuk, hogy a szokásos kék színű mezben a Hajdunánás csapata, fekete színű mezben pedig a Máté Szalka csapata, a játékvezetők Harsányi Milán és Magyar Péter, a versenybíró pedig Szikszai Sándor sportás lesz a mai mérkőzésem. Sérültjeink hál' Istennek nincsenek, sem Hajdunás, sem Máté Szalkának, így egy egyenes, kemény mérkőzésre számíthatunk. Ugye, mint Varga József is elmondta, őt tudom ismételni, azért számítható egy szorosabb eredmény, ezt mondják a hozzáértő emberek. Ennek ellenére azért Hajdunánás szeretné ezt a mérkőzést is magabiztosan, akár nagy gólkülönbséggel is hozni. Szerencsére népes számú nézők látogattak ki a mai mérkőzésre is, akik előtt meg lehet mutatni, hogy ez a kicsit szokatlan vasárnap délutáni időpontban is jól tudunk játszani. Ugye eredetileg ez a mérkőzés tegnap délután lett volna, de egy mérkőzés áthelyezés kapcsán tették ide a meccset, de szerencsére ez nem befolyásol semmit. A Máté Szalka csapata kezdi a mérkőzést. Tudni kell róluk, hogy roppant fiatal és főleg hazai erőből álló csapata Máté Szalka, utána egy beálló léptetéssel próbálják támadni a falat, de azonnal labdaszerzéssel mutatjuk meg, hogy ki fog itt igazán jól védekezni. Petrovics Gerda tör rá és próbálta kijátszani azonnal a labdát szélre. És akkor beszélünk a hazai csapat játékosairól. Kelemen Gréta beállóban,
Korsós Alexandra jobb szélen, Nemes Nóra jobb átlövőben, Petrovics Gerda irányítóban, Nyakó Rozi bal átlövőben, Kozma Krisztina bal szélen kezdi a mérkőzést, és kapuban pedig Kis Detti kezdi a mérkőzést. Nézzük az első támadásunkat egy jó védekezés után. Nyakó Rozi lövés helyett most próbálta Orsóst játékba hozni, de sajnos a labdája elkerülte a Máté Szakai kapuban. Bágyi Stella kezdi a mérkőzést, és már is egy induló csellel próbál betörni a Máté Szalkaiak játékosa. Máté Szalkaiak a Deme Fanni bal szélen játszik, 23-as számmal irányító Buzás Petra, egy helycsere után próbálnak 6-os számmal Kovács Emese bal átlövő, egy jó bejátszás után Cakó Boglárka góljával 1-0 arányban vezet a Máté Szalka csapata. Petrovics Gerda a gyors középkezdés után azonnal játékban a labda, és úgy látszik a gyors lerohanásunkat jó visszarendeződéssel meg tudta akadályozni a Máté Szalka. Felállt fal ellen most már akkor egy begyakorolt taktikai elemet mond a lányoknak Petrovics Gerda, egy helycsere után ő kerül középre, és Nemes Nóra nagyszerű földről ellőtt labdájával egyenlítünk. Szép volt Nóra, szép volt a mozgás. Meg is jön a hazai közönségnek a reakciója, vagy lehet ők is érzik, hogy kicsit még álmosan kezdtük ezt a mérkőzést, ezért tapssal próbáljuk lendületbe hozni a hazaiak játékát. Hú, egy nagyon szép átlövéssel újra vezet a Máté Szaka, Buzás Petra góljával 2-1 a mérkőzés állása, és egy labda eladás után Máté Szaka újra támadásban, és ki is használják a hibánkat, Deme Fanni góljával már 3-1 a mérkőzés állása, és megint egy kicsit elkapkodjuk ezt a támadást, szerettük volna gyorsan befejezni, de a labda most gyorsabb volt, mint Orsós, ezért újra a Máté Szakaiak hozhatják játékba a labdát. A két játékvezető, Harsányi és Magyarról a legutóbbi hazai mérkőzést is ők fújták, és volt egy komoly szakmai hibájuk, nem tudom, hogyha valaki nagyon emlékszik, egy gyors középkezdés után a mi játékosunkat állították ki 2 percre. Ezt a mérkőzés végén azért tisztázták, hogy ez egy komoly szakmai baki volt, tehát nem jár érte 2 perces kiállítás, és közben egy megint csak jó bejátszással megtalálták a beállót, és kellemegét csak hátulról tudta lerántani a vendégünknek a beállósát, ezért 7 méteres, és esély a 4-1-hez. Sigér Petra érkezik a 7 métereshez. Igen, a 18-as számú Sigér Petra tehát. És egy lövőcsel után az egyenes oldalt választotta. Így most már tényleg mondhatom, hogy komolyan bealudtunk itt az első percekben, mert egy komoly 3 gólos hátrányt szedtünk össze itt rögtön. Felnézek a kijelzőre, 4 perc alatt, így 4-1 a mérkőzés állása. Na gyerünk, lányok! Nem lehet ebből probléma, azért itt a 60 perc az nagyon sok idő, és nem csak a papírforma, hanem azért a két csapat közötti különbség is mutatja, hogy nem lesz ez így. Nem lesz ebből probléma, ennek ellenére rendkívül agilisan és agresszívan védekezik a Máté Szalkai, a két belső védője, és együttes erővel állították meg Nyakó Rozit egy szélső befutás után. Nyakó Rozi újra próbál betörni, és 7 méteren kapura törni. Lehet, ezt akartam mondani, hogy neki kényelmesebb lenne messziről az átlövésekkel operálni. Ez egy jó lövés volt, a kapus most ezt fogta, de semmi probléma neki, ezekkel az átlövésekkel kell megnehezíteni a Máté Szalka dolgát. És egy újabb Buzás Petra gól, a Buzás Petra második góljával. Már 5-1 a mérkőzés állása, nem is lehet más, jön Varga József időkérése, valamit helyre kell tenni. Thank you.
figyelt, hogy legyen olyan kilépő faul, hogy ne tudja tovább tenni, mert itt ugye húzogatják a labdát, fent van a magas lány, lőni fog. Legyen előtt egy faul, hogy a figurát ne tudja megcsinálni. Jó? Tehát faultól törd a játékot, és ha hol van, örülünk minden, csak fordulj meg, fizetődik. Időkülés után hallhattuk azért, Varga József roppant higgadtan beszélte meg a lányokkal a védekezésbeli hibákat és a támadásban rejlő lehetőségeket, és ezzel együtt próbáljuk hokomosan felépíteni minden négy gólos hátrányról a mérkőzést. Egy helycsere után nyakórozi, újra betörést választja. Megint talán az arcán is látszik, hogy nem értem az átlövést választotta, hogy az elmúlt hetekben, az elmúlt fordulóban roppant fontos, hatalmas átlövés gólokkal segítette a csapatot. Most Petrovics Gerda egy újabb betörés és rámcáfol nyakorozó, de tegye így minden egyes támadás alatt, egy újabb betörés, egy csodálatos leforgás után szerzi meg első gólját, és ezzel csapatunk második gólját. Ráadásul Kovács Emese még hátulról le is rántotta, ezért 2 perces büntetést kap. Így 5-en támadnak a Máté Szalkaiak. Nagyon próbálják rendezni a soraikat, és így ők is üres kapus játékkal próbálják megnehezíteni a Hajdunánás dolgát. Látható, hogy a hallható is, hogy a Máté Szalka edzője, a Nagy Márkus Peunia, érdekes nevű hölgye, nagyon szimpatikus, ahogy nyilatkozott, hogy hozzááll a mérkőzéshez, és ahogy meccsel, ahogy próbál meccselni, és megint csak nem tudtuk megoldani a beálló körüli védekezést, eljutott hozzá a labda, és ő pedig le tudott fordulni Kelemen Gedától. Azt gondolom, meg kellene előzni, mindenféle meg kellene akadályozni, hogy eljusson hozzá a labda, ha pedig már eljut, akkor ugye a kör a hatostól minél távolabb kellene tolni. Az újabb 7 métereshez Sigér Petra most a egyenes felső sarkot választja, így marad a két csapat között a 4 gólos különbség. 6-2 a mérkőzés állása. Petrovics Gerda, Nemes Nóra, és Petrovics Gerda roppantyú irányítóhoz méltóan próbálja összedni a csapatát. Egy irányító befutás után Nyakó, Nemes. Jó bejátszás lett volna Kelemenhez, de közben nyúltak. Ők jól oldották meg ezt a kapcsolatot. Ugye tavaly beszéltünk a Petrovics Kelemen párosról, hogy csodálatos bejátszás most Nyakó Rozitól. Petrovics Gerda, ugye azt akartam mondani, hogy nagyon jól működött ez a Petrovics Gerda Kelemen páros. Rengeteg gólt lőtt a Kelemen Gréta a Petrovics Gerda passzaiból. Ebben az évben most már Nemes Nórától is rengeteg nagyon jó gólt élő gólpasszt ad. És most ehhez képest Petrovics Gerda befutásából, Nyakó Rozi passzából volt eredményes Gerda. Nagyon szép gólt láthattunk. Nézzük azt a hatosfalas védekezést. Kelemen és Tarlotti középen is. Egy talpról elengedett lövésbe Tarlotti nyúlt bele, ezért sarokdobással folytatódik a játék, és már is Máté Szalkánál Kovács Emese próbálja szervezni a játékot, ő van középen, és ő próbálja mozgatni a csapatát. Egy újabb átlövés, de ez már Kis Detti nagyszerűen olvasta, és nagyon jól fogta ezt a labdát. A gyors lerohanás után pedig a villámgyors Kozma Krisztina góljával közelebb jövünk a Máté Szalkához, mint már csak 2 gól a hátrányunk, 4-6, talán megérkeztek a nálási lányok ebbe a játékba. Így van, megint csak jó védekezés, jó váltás után ott voltunk, ott lihegtünk a Máté Szalkaiak keze előtt, így megakadályoztuk őket a kapura lövésben. Egy helycsere után megint csak Petrovics Gerda próbált
csapdázni, és ő próbálta megszerezni a labdát. Hopp, meg nagyszerű labdaszerzés. Nagyon jó, minden rutinját elővette Orsós, és nagyszerűen szerzett labdát, itt pedig Petrovics Gerna most nem a passzot választotta, hanem nagy lendülettel végigvezett ebbe a labdát. Óriási hálószaggató gólt lőtt. Bravo Gerda ezzel a góllal. Immár 6-5 a mérkőzés állása. Gyerünk lányok, ugyanígy a védekezést tovább. Most egy induló csellel próbálta betörni. Jól teszik le a labdát, és a 77-es számú fiatal Prokop Réka góljával sikerült újabb előnk kicsit, de a gyors lerohanásból már is, már nem is tudom, de Nemes Nóra góljával, így van, Nemes Nóra góljával 7-6-ra zárkózunk fel, és Máté Szalkából, Máté Szalka kér időt, hát hallgassuk meg, hogy hogyan alakult a mérkőzés ezen a néhány percen. És így oldalazol, és nem érsz hozzá, nincs benne ügy. Jó, aztán pedig nincs esetben. Ha már ott vagy, fedd, ütközd már, húzd le a lövőkezét, ne tudjon tovább passzolni. Itt az átkérdések számított. Nemes meg... Hagyjuk, hogy végigjátszanak mindenféle figurát. A helyzet, hogy fautolna, lányok, lábmunkázni kell, dolgozni kell. Itt nincs olyan, hogy nem mész ki ütközni. Meg ezt hagyj, Középkezdéssel folytatódik tehát a mérkőzés, egy gólos hagyományási hátránnyal. Immár a mérkőzés 11. percében, tehát még nem vezetett a hajdunálás, úgyhogy nagyon remélem, hogy ez az időkérés sem lesz rá alkalom. Megint csak egy átlövést készítenek elő, amit nagyszerűen lőtt be Buzás Petra, ismételten Nemes Nóra robog végig, és ez 2 perc, nem is lehet más. A nagy lendülettel betörő Nemes Nórát Deme Fanni lőtte még oldalról. A kör vonal felett nem lehet más, mint 2 perces kiállítás. Újra egy gólos hátrányra jövünk fel. Így kell még ezt kimondanom, de remélem, hogy hamarosan, így most már ember hátrányban, illetve ember előnyben elnézést, ki tudjuk harcolni végre a vezetést. Orosz Melissa érkezett be a szélső pozícióba, a Máté Szalka csapatába egy beállítás után. Próbálnak bejátszani, és ismételten a labda a beállóshoz, ugye már sokadik alkalommal itt a beálló körüli védekezésben egy kis problémák adódnak, hiszen már harmadjára, negyedjére tudják megjátszani a beállót, de szerencsére Kisdetti ott volt a kapuba, és hárította ezt a lövést. Rendeződnek a Máté Szalkai lányok, és kezdik újra a játékot szervezni. Talotti ügyesen nyúl közbe, és próbálta megszerezni a labdát. Hopp, egy nagyszerű labdacsapda után elbizonytalanítottuk. Jaj, Kelemen tovább nem esnek. Egy sok passzos játékkal hoztuk fel a labdát, de végül Nemes Nóra kezébe került a labda, akinek a góljával 8-8-ra jövünk fel. Gyerünk lányok, most még egy védekezés, aztán még több, és menjünk tovább ezen az úton. Sokadjára láthatjuk a Máté Szalkát, ezt a beálló léptetést, amellyel ugye helyet cserélnek középen, és ebből próbálnak helyzeti előnyhöz jutni a hajdunálási lányok.
Orosz Melisszánál most a labda, akit Nemes Nóra nagyszerűen fog meg egy az egyben. Mutatja a játékvezető, hogy honnan kell elvégezni a szabaddobást, és egy egészen agresszív védekezésre váltottunk. Láthatjuk, hogy megnyílt a hajdonállási fal, és próbálunk labdát szerezni, próbáljuk hibára kényszeríteni a Máté Szalka csapatát, és ezzel a hibákból labdákat szerezni. Egy test melletti lövésből adódóan sarokdobás jut a Máté Szalka csapata, és már hosszú percek óta a hajdonállási kapu előtt a Orosz Melisszához került a labda szélre, egy pillanatra üresen maradt. Ott egy lépési bár véletlen felfelezni, de a játékvezető nem fújta le. És egy átlövés után végre milyen a labda. Sikerült hosszú perceken keresztül kivédekezni ezt a Máté Szalkai támadást. Remélem, hogy talán ez jelenti azt, hogy egy picit megtörtek a vendégeink. Petrovics Gerda újra felállt fal ellen, most már a támadó játékunkat szervezi. Petrovics, Nyakó, Petrovics, Nemes, nyakórozi egy helycsere után, újra betörést választja egy nagyon jó átemelés után. Érzik is, hogy kicsit hátulról, oldalról lökte meg őt Szakó Boglárka, ezért sárgalapos figyelmeztetést kapott. Nyakó újra középen. Nézzük a hajdonállási támadást. Petrovics Gerda. Nyakó újra kitámasztásból próbál kapura lőni. Sajnos ezt már második alkalommal próbálta. Ez nem okozott gólt. De Máté Szalkai támadás után nemrég beállt Orosz Melissa góljával. Újra a Máté Szalkánál az előny. Nem várt izgalmakat hoznak tehát a vendégeink. Ettől függetlenül nem aggódok. Én hiszem, hogy a lányok 60 perc alatt bedarálják ezt a Máté Szalka csapatát, de azért itt az elejétől kezdve nagyon oda kell figyelni. Ez Nemes Nóra újra nagyon jól megy Tarotti. Nagyon szépen játszottuk ki a labdát, és egy gyönyörű balszélső zicsellel, Kozma góljával 9-9 a mérkőzés állása. A gyors középkezdésnek ugye a hátránya, meg kell várni, míg a játékvezető sípol. Ugye ez is egy új szabály a kézilabdában, hogy a gyors középkezdésnél a középkezdést elvégző játékos a kör bármely részén állhat, viszont a csapat többi része a felezővonal túloldalán kell, hogy legyen, nem léphetik át a pályát. Tovább engedték, nem tűnt meg a fault, és Buzás Petra újabb góljával újfent a... És már nem is, mire kimondanám, hogy a Máté Szalkánál az előny, Orsós Alexandra nagyszerű befutásával nem vezetünk, elnézést, még 10-10 a mérkőzés állása, de legalább már nem Máté Szalkánál van az előny. De gyerünk, nyálunk, gyerünk, gyerünk. Most már mostani utóbbi néhány percben nagyon könnyen tudunk gólt szerezni, és ugye érződik, hogy hosszú percekig a Máté Szalka a hajdonállási kapu előtt van. Támadnak, teszik a labdát, próbálnak helyzetet kialakítani, mi pedig dicséretesen küzdünk, védekezünk. Ezekből kellenek még a labda szerzések, és ezekből kellenek még egy bejátszás, egy rossz bejátszás követően a labda szerzés után Petrovics Gerda, Tarlotti, Nemes Nóra, nézzük, hogy a gyors lerohanás után Petrovics Gerda egy nagyszerű bejátszás után Kelemen Gréta és a már előbb említett páros újfent nagyszerű együttműködése alapján Kelemen Gréta góljával elmondhatom, hogy a hajdonállás először vezet a mérkőzésen 11-10 a hajdonállás csapatának. Ez 16 percre volt szükségünk, de reméljük, hogy innen már nem adjuk ki ezt az előnyt. Máté Szalkai a támadása újra szépen, szép felépített támadójátékkal próbálnak Máté Szalkai előbb, és fiatal Drabik Panna közbelövésével 11-11 a gyors lerohanás megint nem tudjuk végigvinni. Nagyon fegyelmezetten, gyorsan visszaér a Máté Szalka csapata. Így láthatunk egy újbóli hajdonállási felállt feleleni támadást. Tarlotti tör rá, Nemes Nóra, Petrovics Gerda. Nagyszerű, és ugyanazt a felső sarkat választja, mint az előbb.
nagyon jól látni, hogy Petrovics Gyáda nem csak a játék szervezésében, a gólpasszokban veszi ki a részét, hanem most az átlövő játéka is nagyszerű, ez már a második gólja volt. Orosz Melissa ugrik be, és már mondtam volna, hogy Kisderti nagyszerűen véd, de lába között bemegy a labda, sajnos egy kicsit szerencsétlen góla, de 12-12 a mérkőzés állása. Mondanám, hogy szimpatikusan küzd ez a Máté Szakad csapata, mint hajdunánási. Ez nekünk nem annyira szimpatikus, és Tarlotti, jaj, de szépen vette észre, hogy szétnyílt a fal előtt egy passzolócser után, nagyon jól ment be, de az ellenfél kapusa a helyén volt, és Bágyi Szella védésével. Egy lépéshiba közben nagyon jól vette észre a játékvezető, vissza kell vinni, ahonnan volt. A játékvezető mutatja, hogy nem 1 méter 27 cm-re, hanem onnan kell elvégezni. Akkurátusan mutatta, szabály a szabály, szoktuk volt mondani. És akkor a Nemes Nóra jön középre, Petrovics Gerda jobb átlőben, és Tarlotti marad bal átlőben. Gyerünk Lotti, bátran, meg kell próbálni megint a betöréseket, és ezekből gólokat lőni. Tarlotti most majdnem megfautolja, de Nemes Nóra még el tudja lőni, de ez a elég kifacsart helyzetből ez a lövése nem járt sikerrel. Máté Szalka támadása közben, megint egy bejátszás, és Szalma Zita érkezett Kisdeti helyére, de sajnos az első védése nem jár sikerrel. Deve Barbara góljával, sajnos megint azt kell mondanom, hogy vezetnek az vendégeink. Vagy nagyon jó házigazdák vagyunk, vagy egy picit jobb, még jobban fel kell pörölnünk, lányok, hogy ez a győzelem meglegyen, és ez a elhitessük azért a Máté Szalka, hogy itt nem lesz könnyű. Kozma, csodálatos csel! Ezt már évek alatt láthattuk, hogyha Kozma Krisztenát odaengedik a 9-esen belülről cselezni, olyan alacsonyan van a súlypontja, és olyan nagyszerűen csinálja ezt az induló cselt, hogy nagyon nehéz megfogni. És a gólja mellett még egy 2 perces büntetést is kiharcolt. A nemrég gólt szerző Deme Barbara megy le 2 percre pihenni. Nagyszerű. Így döntetlen állásnál emberelőnyben védekezhet a hajdunánás csapata. A recept egyértelmű, egy jó védekezés, és utána emberelőnyös góllal vegyük át újra a vezetést. Hallott, hogy nem múlik semmi, mert nagyszerűen védekezett. Próbálják járatni a labdát, és az előbb nagyszerű csele után most Kozma Krisztián egy labdát szerez, és labdaszerzés után nagyszerűen viszi végig a labdát. Bravo Krisztina, és az ő góljával újra vezetünk. Üres kapus játékkal, tehát ember hátrányban a Máté Szalka és bátran lehozza a kapusát, és ők támadnak így ember azonosságban. Kozma Krisztián épp ezért ki is jön labdaszerző tevékenységet folytatni, hát hogyha egy labdaszerzés után könnyű egész pályás gólt tudnánk lőni, de sajnos nem, mert újra megtalálja egy rendkívül zsivány passzal a Máté Szalkai beállóst találta meg a Máté Szalkai irányító, így a Cakó Boglárka nagyon jó beálló teljesítménye után 2 labda passzolócse után maga biztosan lőtte a kapuba Sigér Petra az újabb gólt. 21. percbe járunk, és 14-14 emberelőnyben támasztott hajdunánás. Gyerünk, lányok, be kell ezt lőni. Elnézést. Nézzük az ember előnyös támadójára. Ide csúnya volt ez. Remélem, hogy semmi sérülés nincs. Igen, mutatja a játékvezető, nem? Oda hívja a társát. Ugyanis a 6-os számú Kovács Emese belépett a nagyon jó, ez nem jó, Kovács Emese lépett be Kozma Krisztina lába alá. És Varga József a piros lapot reklamálja, ugyanis
sérülés veszély okozása miatt a szabály lehetőséget ad arra. És egyértelmű 7 méteres ez jut a hajdonás csapata. Tehát egy szélső zicsernél, ugye, ha a védő úgy védekezik, akkor azonnal a piros lappal ki lehet zárni a játékból. Ezt beszélte meg a két játékvezető, hogy nem minősítették ennek, ez csak 2 perc, csak 2 perces büntetés, és hál' Istennek, hogy Kozma Krisztiánnak nem történt semmi baja. A megítélt 7 méteres Nemes Nóra góljával góra váltotta, így 15-14 Kozma Krisztina, és hál' Istennek semmi probléma vele, és már is védekezésben jön ki, és próbál labdát szerezni, nagyon jól tolja ki Máté Szalkajak átlövőjét, és Szalmazita amúgy is védte ezt a labdát. Gyerünk lányok, kell még egy jó védekezés, és itt a első félidő utolsó 10 percét jól meg kell nyomni egy passzoló csel után. Orosz Melissa vállalkozott egy lövése, de Szalmazita a helyén volt és nagyszerűen védte. Nemes Nóra Orsós Alexandrának, aki hálószaggató szerűen lőtte be a hosszú alsó sarokba ezt a gólt. Na gyerünk, ezt szeretjük már látni, jó védekezés, és már is 16-14 a mérkőzés állása. És egy újabb gól, Drabik Panna szerezte a gólt. És egy pillanatra néztem a papíromra, nem kár volt, mert már is egy gólt szereztünk, és ezzel 17-15 a... Egy kis probléma a Máté Szalka csapatából. Igen, azt nézem, hogy a nézők közül ugye népes számú Máté Szalkai közönség érkezett ide erre a mérkőzésre, és azt néztem, hogy a nézők közül ki az, aki ilyen nagyon... nagy vérmérséklettel reklamálja a Máté Szalkai csapatnak, próbál segíteni, hogy miért nem jön fel egy játékos. Kicsit megértem, hogy egy nánási néző, de nem, egy nagyhangú Máté Szalkai kollega próbál segíteni a Máté Szalkának így, de hát nem nagy sikerrel, ugyanis az újabb üres kapura Orsós Alexandra talál be. Nemes Nóra most nem kapura lőtt, hanem gólpasszal vétette észre magát. Nagyon jó ütembe passzolt Orsós Alexandrának, aki góljával 18-15 3 gólos előnyre teszünk szert. Van még hátra 6 és fél, majdnem 7 perc. Gyerünk lányok, jó védekezés, és egy labdaeladás, igen, talán érződik, hogy fáradnak a Máté Szalkai lányok, kis Kozma, jaj, de jó behátszás! Egy centim múlt, de Kelemengeit a egykezes labdafogással bravúrosan szedte össze ezt a labdát, és tényleg nagyszerű góljával Kelemengeit a gyönyörű egykezes labdafogásával. 19-15 a mérkőzés állása. Na gyerünk lányok, mi mindig védekezünk, úgy látszik, hogy ez az ember előnyös védekezés, ez nagyon jó, ebből nagyon jól jöttünk ki, ugyanis 3-0-ra nyerjük az utóbbi 2 percet. Gyerünk lányok, ugyanígy a védekezést, Nemes, Tarlotti, Kelemen, Petrovics, Gerda vannak középen, áthatjuk, éreztetjük, hogy a kettes védőink egészen magasan feljönnek, próbálják megzavarni az ellenfél támadójátékát, akik egy helycsere után, egy messzű lövés után már olyan jó, ki vannak szorítva, hogy csak a kapufát tudták eltalálni. Nemes Nóra, Kelemen Gréta, Nemes Nóra Orsósnak le, és nem lehet más a játék, mint gól. Bravó lányok, egy pillanat alatt, illetve 2,5 perc alatt 5 gólos előnyre teszünk szert. Nagyon jó lányok, bravó, ezt már öröm nézni, ahogy a védekezésünk végre összeállt a védekezésben. 20-21 perc kellett hozzá, míg meglettek ezek a labdák, megszereztük a labdákat, és hibára tudtuk kényszeríteni az ellenfél. És megint egy labdaszerzés, de sajnos nem tudjuk realizálni ezt a labdaszerzést. Igen, próbálják. Bodó Bernadett érkezett, aki ugye még serdülő korú. Az ő irányító játékából egy átlövést után Szalmazita védésével folytatódik a játék, és újra gyerünk lányok, hozhatjuk játékba gyorsan a labdát, Petrovics Gerda fog húzást indítani, és jaj, de szépen játszotta be, ebben már egy pici hiba
csúszott, és vágyezte el a harmadik védésével, egy pici levegőt kap a vendégcsapat újabb támadó játékához, de mi ne adjunk ennek teret, gyerünk lányok, védekezzünk, és próbáljunk újabb gyors gólt szerezni. Lövőcserek után próbálnak betörni, de jól álljuk a útjukat. Petrovics Gerda és Kozma jó, pedig jobb szélről, jobb kézzel próbáltak kapura lőni, de Szalma Zita a helyén volt, és jól fogta ezt a labdát. Tarlotti, Nemes Nóra, Petrovics Gerda jól tette tovább, Nemes Nóra vállalta el, és ez talán a mérkőzésen az első hibája. A lövése elkerült a kapu, de hát semmi probléma, lövésből lesz a gól. Gyerünk lányok, ugyanígy a védekezés tovább. Próbálom elhitetni magammal és önökkel, hogy talán most megtört a Máté szalka, talán most van az a esély, hogy még egy jó védekezéssel még nagyobb különbséget harcoljunk ki. Jól teszik, veszik a labdát, de nagyon jól zárjuk. Nagyszerű és talott és Áncával. Szalmazita lepattanó labdát jól fogta, a Tarlotti marad jobbáklövőben, Nemes Nóra irányítóban és Petrovics Gerda pedig baláklövőben. Így a gyors lerohanást most nem tudtuk végigvinni, így Nemes Nóra szervezi a játékot, és az ő irányító játékával próbálunk most ismételten kapura törni. Megint egy csodálatos csert láthatunk Kozmától, de a lövését a kapufa segítségével kitolta a vendége kapusa. Így most megrekedtünk néhány perc ennél az állásnál, de semmi gond, gyerünk lányok. Igen, jól próbálják betörni, próbálják azt az egy-egy elleni támadójátékukat még mindig aktivizálni a Máté szalkai lányok, de azon eléggé kiismerhető most már a játék, és ez az egy-egyek ellen majdnem elkiabáltam magam, mert a 20-as számú Bodó Bernadett most egy nagyszerű támadó játékkal egy-egybe verte meg a Kelemen Grétát, aki picit meg is lepődött ezen, és hátulról még meglökte, ezért 2 perces kiállítás kapott a 7 métereshez. Pedig nézzük, hogy Bravo Zita, nagyszerű, Sigér Petra eddig 2-ből 2-t belőtt, a harmadikat viszont már Szalma Zita védte. Nagyszerű lányok. Gyerünk, 2 perc van, még az első félidőből. Petrovics Gerda és Nemes Nóra beszélik meg, hogy mit lehetne csinálni ebben a emberhátrányos szituációban. Keresztmozgás után próbáltuk jobb szélre helyzetbe hozni, de sajnos Orsós Alexandra lövése most elkerülte a kaput. Gyerünk lányok, védekezzünk, így 5-en és 5-en sem lehet probléma. Most egy kicsit lemaradtunk ott, Tarlotti talán hiány volt, a kereste Kelemen Grétát, így elszámoltuk magunkat, Deme Barbara góljával 20-16-ra módosul a mérkőzés állása. Üres kapus játék után mi emberazonosságban támadunk. Nyakórozi Petrovics Gerda passzolgat, és Nemes Nóra, Nyakórozi Petrovics Gerda egy cser után próbált bejátszani, de sajnos a bejátszásába belenyúltak, és így talán Máté Szalka vezetheti az utolsó támadást ebben a félidőben. Gyerünk lányok, fél perc van még hátra. Mindenféleképpen egy jó védekezéssel próbáljuk meg befejezni ezt a fél időt. Ilyen Bodó kerül középre, jól teszik ki szélre, ahol jobbkezes, jobbszélső nem fogja elvállalni. Nagyszerű védekezés újfent Kozmától, bravo. Újra fia, és egy belemenés egyértelmű, ne is lehet, és ott már Tarlotti nagyszerűen védekezett, és a most beálló Kelemen Gréta pedig éppen most lehet le a 2 perces kiállítása, így az első félidő csattanójára egy nagyszerű, ütemezett
góllal, egy újabb Petrovics Gerda gólpasszal, Kelemen Géta góljával 21-16 a mérkőzés állása. Hát egy elég hektikus első fél időt. Próbáltam hallgatni egy kicsit a Máté Szalkaiak játékát, hogy mit mond a edzőnőjük, de kapkodásra hívta fel a játékosai figyelmét. De az első fél idő akkor röviden, az első fél időben, hát 21 percig azt gondolom, hogy szenvedtünk és izgalmasá tettük a mérkőzést, hiszen fej-fej mellett haladtunk, főleg a vendégeinket hoztuk olyan helyzetből, hogy ők vezették a mérkőzést. Aztán a 21. percében átvettük a vezetést, és egy nagyon nagyszerű 4 perc alatt 5 gólos előnyt kiharcoltunk, és ezt meg tudtuk tartani. Így 5 gólos hazai előnnyel vonulhatnak a lányok a szünetre. Várjuk vissza önöket hamarosan. Visszaérkeztünk tehát a rövid szünetet követően, a közönség is lassan elfoglalja a helyét, és hajdunánási támadással fog kezdődni a második félidő. Én megint csak a lányok arcán azt látom, hogy nyugodtan jöttek ki a szünetről, megbeszélték ezt az első 20 percnek a következményeit, megbeszélték az első 20 percnek a tanulságait, és szerintem ebből tanulva most már egy jó védekezéssel, egy még jobb védekezéssel próbálunk azért ezt az előnyt megtartani, vagy még több gólos előnyt kicsikarni. Én azt gondolom azért, itt beszélgetve az MB2-es mezőnnyel, vagy beszélgetve az edzőkkel, itt javarészt 2-3 edzésekkel készülnek a MB2-es csapatok. Azért a hajdunánás ebből is kimagaslik, hiszen professzionális szinten heti 5 edzéssel, sőt még délelőtti edzésekkel is készülnek a lányok. Én azt gondolom, ez a megsüvegelendő, hogy ennyire komolyan veszik az MB2-t, és ennyire jól felkészülnek minden egyes mérkőzésre. Ugye a Jenei Varga edzőpárossal nagyon sokrétű és színes munkát végeznek, és ennek köszönhetően én bízom abban, hogy a fizikálisan nem lehet probléma, és általában, ahogy a elmúlt mérkőzéseken is láttuk, fizikálisan a második fél időben jön egy olyan fáradási szakasz az ellenfeleinknél, ahol nekünk a rengeteg edzésnek köszönhetően sokkal jobb az állóképességünk, és ezáltal jobban szoktuk bírni a mérkőzések végét. De nézzük akkor a nánási támadást.
nem történt csele, úgy látom, egy lerántás egyértelműen, Petrovics Gáda nagyszerűen tört rá, és itt látható, ez is például egy látható jele annak, hogy fáradnak a Máté Szalkai lányok, míg az első félőben még odaértek és szemből tudtak ütközni, itt most már azért 31 perc kőkemény lábmunka, kőkemény futások után előfordul az, hogy lekésnek egy-egy hajdonási játékosról, és most ennek a eredménye egy 2 perces kiállítás. Petrovics Gáda nagyszerűen támadta a falat, és jól csikarta ki ezt az esélyt. Egy befutás után Orsós, Nemes, Tar, Petrovics, látom nem ezt a játékot szeretük volna játszani, Tarlotti akár be is vihette volna, de egy gólpaszt választ így Orsós Alexandra góljával. 22-16, tehát az 5 gólos félidei előnyből azonnal 6 gólos előnyt csinálunk. Gyerünk lányok, és ember hátrányban támadnak a Máté Szalkai, de mire kimondom, nagyon szimpatikusan hozza le a kapusát a Máté Szalkai edző kollega, és egy betörés után Szalmazita még bele tudott élni, de Bágyi Stella góljával közelebb jönnek a Máté Szalkaiok, tehát ez a üres kapus támadójáték ismételten egy gólt hozott a Máté Szalkának. Igen, ennek a modern kézilabdának ez az ember hátrányos támadójátékát nagyon sokszor az üres kapus játékkal, és nem lehet más, mint 7 méteres próbálják az edzők kipótolni, megakadályozni. 43-as számmal Ofra Zsófia szabálytalankodott, nem tudta megtartani a hajdonásiak támadójátékosát. 7 méteres Nemes Nóra hagyta ki a 7 méteres, de semmi probléma, a kipattanót összeszedte, és higgadtan a kapus feje fölött pörgette a kapuba. Így egy kimaradt 7 méteres után, de mégis góllal hoztuk ezt a támadást. Gyerünk lányok, védekezzünk, ne adjunk ilyen könnyű gólokat a vendégeinknek. Nemes Nóra és Petrovics Gerda egész magasan fent, és meg is van a labdaszerzés. Bravo a kilépő kettes védő mögé, besegít a szélső, Petrovics Gerda pedig az üres kapuba próbálta lőni, centikkel ment mellé. Nézzük a Máté Szalkai figyelten közben, hogy a kapus cserét hogyan próbálják kieszközölni. Ugye, pontos. Egy jó lövés után elkerüli a lövése a kaput, így újra hagyjon a támadó játék. Tarlotti, Petrovics Gerda nagyszerű, és Kelemen Gréta is ott mutatta magát, de inkább a szélsőnket, Orsós Alexandrát vette. Passzolta a labdát, de Orsós lövése ismételten nem talál a kapuba. Talán azért nem lesz 2 perc, mert Nemes Nóra két kézzel lökte. Ugye Varga József kérte számon ezt a játékvezetői párostól, hogy elrúgta a labdát, hogy 2 percre állítsa ki. Igen, talán itt látható volt fentről, hogy a Nemes Nóra meglökte a ellenfél játékosát. Kozma közben egy nagyszerű csel után most egy gólpasszt lehetett volna adni. A passz egy kicsit pontatlan volt. Kozma újra, és az előző játékot most pedig nagyszerűen végig játszottuk, Nemes Nóra ugrott be két ember között, és lövése elkerülte a kaput. A ellentámadásból pedig a 34-es számú Drabik Panna góljával jönnek közelebb a Máté Szalkai lányok. A lövése a rövid alsósorokba talál utat. Jaj, de szép játék, egy nagyszerű páros játék. És Kozma Krisztina góljával
újra 6 gólos előnyben vagyunk hajdunánásiak. 5 perc telt el, egy góllal még tudtuk növelni az előnyünket. Drabik, bejátszás, de Tarlottinál nem lehet probléma. Bravo Lotti, Ofra Zsófiát fogta meg és próbálta kitolni a falból, nem tudott már befordulni Ofra Zsófia, akinek a érdekesség, hogy a húga a hajdunánási U17-es csapatnak a játékosa, ugye Debreceni születésű lány, és itt játszik hajdunánáson. Petrovics Gerda nagyszerűen lép fel, és akadályozza meg a szervező tevékenységét a Máté Szalka irányítónak, és talán lábhoz is ért a labda, így újfent Tarlotti közben. Tarlotti tovább, Petrovics Gerda egy kereszt után Nemes Nóra passzoló cselből bemegy, és ha nem lőtte volna be, akkor 7 méteres lett volna belülvédekezésére, de Nemes Nóra magára vállalta ezt a szerepet, és így 25. gólunkat is Nemes Nóra lőtte. Bodó passzából, közben egy helycsere után, ez hihetetlen, igen, ez nagy butaság benyúlni a hatosan belülre guruló labdához, meg kell állni, és általában oda szokták adni, és közben Drabik egy lövőcsere után lő be, és Szalmazita viszont nagyszerűen bontott le, és elől Kelemen Gréta góljával megint csak tudjuk növelni az előnyt. Na, azt gondolom, hogy kezd beérni az a fizikális előny, az az állóképességbeli probléma, az állóképességbeli előny hajdunánás javára, úgyhogy nem kell itt foglalkozni külső körülményekkel, csak a játéka, csak a védekezéssel. Azt gondolom, ez a jól felépített védekezést kell tovább vinni, és abból a gyors lerohanás gólokkal még több előny kicsikarni a két csapat között. Gyerünk, lányok! Drabi Panna egy felugró csel után, de igen, a 3 lépés után a felugrás lépéshibába tolkolt ez a lövés. Petrovics, Tarlotti hozzá gyorsan a labdát. Petrovics Gerda tovább Tarlottinak, aki induló cseréből Kelemen Gréta kapja a labdát, és nagyszerűen ugrik ki Bágyi Szella. Ugye ezzel a negyedik védésével újra a Máté Szalka hozhatja a labdát támadásban. Középen Bodó Bernadett teszi tovább a labdát. Egy játékvezető ítélet után újra Tarlotti, Petrovics Gerda, és egy pontatlan átrás, az első szembeötlő technikai probléma. Orosz Melissa viszi végig a labdát, és az ő góljával jönnek közelebb a Máté Szalkai lányok. Most egy kis technikai hibák után talán egy pici nyugalomra inti a csapatot Ivan Petrovics Gerda jó irányítóhoz. Mértem. Tarlotti tört be, egy az egyben nagyon jól verte meg az emberét, és a játékvezető szerint nem nyúlt hozzá senki, ezért a lövését a kapus hárította, és az ellentámadásból pedig Kovács Emese nagyon jó ütembe ugrott fel, és az ő góljával csökkentették az előnyt, de már is növeljük az előnyt, hiszen Nemes Nóra a gyors lerohanás után nagyszerűen érkezett meg az ellenfél kapuhához, és a sokadik góljával, mert már rengeteg gólnál jár, mindjárt ellenőrzöm a papíromba, és már a 8. gólját szerezte Nemes Nóra, tehát nagyszerűen magabiztosan, és a csapatot a hátán viszi szinte a góljaival most a Nemes Nóra. Most védekezésben egy picit hibázott, ezért 7 métereshez Drabik Panna érkezik. És egy lövőcsel utána egyenes alsó sarkat választva megszerzi a Máté Szalkai a 21. gólját.
Kozma, Tarlotti, Petrovics, Nemes Nóra, Tarlotti, Petrovics, Orsós ugrik be, nagyon kicsi volt a szög, de ő bátran elvállalta, érezte magába, és így a 41. percben 28-21 a mérkőzés állása. Igen, sokat mondó az, hogy most végignéztem megint csak a papíromon, hogy ugye a Hajdúránás a kezdő játékosaival játsza végig ezt a játékot, és hú de magabiztos, a Buzás Petra, aki is szintén lövésre szánta el magát, és semmilyen előkészítés után ez a edzők rémálma, hogy csak felugrik és ellövi, de a gól az mindent megmagyaráz, és egy nagyon szép. Góllal tudott bemenni, és nagyszerű gólt lőtt. Mi pedig akkor nézzük a felállítani támadást, Tarlotti, Nemes Nóra. Jaj, de szép bejátszás Nemestől Kelemen Grétának. 30-22. Szóval igen, sokat mond ez is, hogy Varga József nem tudja cserélni a játékosait, és próbálja a meccsben tartani a legjobbjait, a legjobb sorát. Igen, még egy fontos információt elfelejtem elmondani, ugye Jenei Tamás, aki a csapat edzője, azért hiányzik erről a mérkőzésről, mert ugyanebben az időben váltott U19-es mérkőzése van. Ugye ő az ifjúsági csapatnak a edzője is, és ő ott harcol most a pontokért, ezért nem tud jelen lenni ezen a mérkőzésen. Közben megint egy test mellett lövés, de ez elég pontatlan, Szalmazita hozza a játékba a labdát, Petrovics Gerda az üresen maradó Kelemen Grétának, és Kelemen Gréta újabb góljával 8 gólos előnyre tettünk szert. Bravo Gréta, bravo Gerda. Megint egy zárás, leválás próbálnak a Máté Szalkai lányok, és ez még az első fél idő első perceiben gólt vagy 7 méteres eredményezett, most viszont már jól olvastuk ezt a támadó játékot, és nagyszerűen védekeztük le. Érkezik a pályára a Bagi testvérek. Egyik párja, ugye a Bagi ikrek, a csapatunk nagy erősségei. Bagi Virág érkezett bal szélre. Tarlotti. Petrovics Gerda. Régen láttuk ilyen gólerős játékot tőle is. Nagyszerű góljával növeltük az előnyt, és szintén nagyon fiatal Prokop Réka góljával egy gyors gólváltás követően nagyon gyorsan tudtak szépíteni. Gyerünk lányom, gyerünk, gyerünk, ezt az utolsó 20 percet még nyomjuk meg, és tényleg tegyük magabiztossá ezt az győzelmet, ne legyen esélye ennek a Máté Szalkai csapatnak arra, hogy közelebb jöjjön itt a Hajdúnáláshoz. Tarlotti, tovább Petrovicsnak, Orsós. Tarlotti. Bagi Virág, nagyon jó, 40 perc pad után most, mintha mi sem történt volna, megfogta ezt a labdát, és az ő góljával 32-23, és érzi a Máté Szalkai edző, hogy időt kell kérnie, hiszen 9 gólos előnynél ez a 10 gólos hátrány, ez már egy olyan lelki hátrány lenne. Lassú, körülményes, a 8-asokból mindig megvannak a helyzetek, illetve a bolt, ha futnak. Tessék tolni, menjenek a 8-asok. Emlőből próbáltuk, emlőből is a 8-asok. Jó. Lehet az 5-ösből is. Jó? Na. És egy kicsit kapjuk végre a védekelést is szépen. 2-3. Thank you.
Nagy Márkus Peónia próbálta felhívni a figyelmét a Máté Szalkai lányoknak, hogy keményebben védekezzenek, és ha tudták, hogy ez a mérkőzésen nagy gólarány számítható, de azért küzdjenek és próbáljanak támadásba is oda tenni magukat. Meglátjuk, hogy mennyire hallgatják meg a lányok ezt. Most egy 1-1 után Tallotti védekezik nagyszerűen. Ofra végzi el a szabad dobást. És egy nagyszerű lerohanás után Bagi Virága, ugye a friss erőkkel bíró Bagi Virág futott végig bal szélen, és a második góljával megvan az a várva várt 10 gólos előny, 33-23, Petrovics Gerda nagyszerűen védekezett, bravo Gerda. 33-23, tehát ez már egy lélektali előny, itt kell most már végignyomni ezt a maradék időt, és tényleg megmutatni, hogy sokkal több van az a két csapat között, mint amit eddig mutattunk. Gyerünk, lányom, gyerünk, tiszteljük meg az ellenfelünket azzal, hogy 60 percig kőkeményen védekezünk és kőkeményen támadunk. Közben jobb szélre Bagi Petra érkezett, látom, igen, tehát nem sem, mind a két szélen cseréltünk, és frissítjük a csapatot, passzív jelzés, talán az első passzív jelzés hozzon a mérkőzésen, és egy szerencsés gól, Búzás Petra test melletti lövésébe szerencsétlenül nyúlunk bele, így szalmazitát becsaptuk. Bagi Virág, jaj, de szép csel volt! Nem gondolnám, hogy ez egy nagyszerű pároslábú induló cselből egy leforgást láthattunk. A játékvezető lépés hibának fújta be. Semmi probléma, védekezzünk tovább, és menjünk tovább ezen az úton, gyerünk, lányok! Kapufa után nagyszerű góllal Bagi Petra góljával, ha már beállt, akkor ő is egy góllal véteti észre magát, és visszaállítja a 10 gólos előnyt. Gyerünk, lányok! És hát ez a védekezés még mindig nem az igazi, amiről híresek voltunk, hogy ott középen nem tudtunk gólt kapni, a hatos falas védekezésünk a Tallotti és a Kelemen Gréta által félmérzett hatos falas támadásunktól retteg az MB2, és most meglepően sok gólt tudnak onnan lőni a Máté Szalkai lányok, és ahogy innen nézem, szinte előkészítlenül fogják is ellövik, erre azért lehetne készülni, de Tallotti egy jó csel után próbálta bejátszani a labdát Bagi Virágnak. Tallotti Petrovics. Tallotti egy keresztmozgás Nemes Nóra. Petrovics Gerda tovább Nemes Nóra. És visszakaptuk az előző megpattanó lövést. Most a Nemes Nóra lövésébe blokkolnak bele. És így 35-25. Gyerünk már, lányok! Ez a Szalmazita véd. És belépett a Máté Szalkai beállói. Szalmazita nagyszerű védése után újra támadhatunk a 11 gólért, és egy Nemes Petrovics Kelemen hármassal már is megvan a 11 gólos előny. Ezt már jó látni, amikor egy jó védekezés, egy jó kapusvédés után három passzból jutottunk el a ellenfél hatosáig. Ez egy nagyszerű támadás volt, szinte stílus tanulmánynak is lehet mondani. Gyerünk, lányok, a Máté Szalka közben kétbeállós játékrendszerre állt át, és próbál kétbeállóval operálni. Újra egy átlövésre szánják el magukat, de Szalmazita ezt most már nem engedi, hogy gól legyen. Jól véd, és újra mi támadunk. Frissít közben Varga József és Repák Viktória érkezik jobb átlövőbe. Így most már a mérkőzés 49. percében három új játékosunk is a pályán. Repák, Petrovics nagyszerűen teszi tovább. Nagyszerű Petrovics Gerda előkészítés után Repák Viktória repült be, de lövése elkerülte a kaput. És
Védekezésben egy pici probléma, de Repák Viktória még időben odaér, és picit az ütközésnél úgy látom, hogy eltalálta a Máté Szalkaiak fejét, de nem gondolnám, hogy ez ütés volt, hanem itt, ahogy fogta, Drabik belefordult. Nem történt semmi a játékvezető szerint sem. Örülünk, hogy semmilyen kettőperces kiállítás nincs. Így maradhat a hatosfalas védőjátékunk és a Máté Szalka támadójátéka. Ez egy nagyon rossz passz volt, de Drabik próbálta, de Szalmazita úgy látszik itt a elmúlt percekben lehúzta a rólót, és nem enged több gólt a Máté Szalkai csapatnak. Petrovics erre tovább, Nemes Nóra egy keresztmozgástán, Repák Viktória, most gyorsan megy a labda. Jaj, de szép gól, és Gerrától de jól látni ezt a gólerős játékot, hogy bátran vállalkozik, és rendre góllal is fejezi be a támadásait. Bravo lányok! 37-25 a mérkőzés állása, és lassan 10 perc lesz még ebből a játékból. Állj, az a fránya beálló! Aki nem is olyan fránya, hiszen Offa Zsófi góljával találták meg egy újabb gólt, a védekezésünkben egy űrt. Petrovics Gerda megint csak öröm nézni ezt a támadó hármas, Nemes Nóra, Petrovics Gerda és Kelemen Gréta szinte félpályáról három passzból tudják teljesen zicserbe játszani a Kelemen Grétát. Nagyon szép játék volt, gyorsan és azonnal gólba találtuk a labdát. Nagyon jól védekezik Bagi, nála fizikálisan erősebb Offa Zsófival szembe. Igen, most tudom, emberfogásra jövünk ki, Bagi világi jött ki Basszére a Drabikra, de aki meg tudta szerezni a labdát, viszont Szalmazita nem engedte ezt a labdát a kapuba érkezni. Petrovics Gerda tör rá, Bagi jól húzza a labdát, és jött volna a húzás, de Nemes Nóra nem számított erre a gyors labdára. Ezért a labda az oldalvonalon túl megy ki. Nagyon jó védekezés közben. Én nem nagyon tudok rosszat mondani erre a Máté Szalkai csapatra. Roppant szimpatikusan küzdenek, hajtanak, próbálkoznak, és ennek az Kovács Emese gólnak is áldozata van, hogy nem adják fel, küzdenek, mennek előre. Egy picit Nánástól várnám azt, hogy élesebben védekezzenek, de ugye mit mondok én rosszat, hiszen 10 gólos magabiztos előnnyel vezetünk, sőt 11 gólos előnnyel vezetünk, de én azt gondolom, hogy egy pici hiányérzet van bennem, hogy azért ez egy kicsit sok gólnak értem ezt a 27 kapott gólt. Nagyon szép dolgokat láthatunk. Nemes Nóra, Repák, Petrovics. Repák újra, Nemes Nóra, Petrovics Gerda. Ez az egyetem lerántásnak tűnt, egy újabb 2 perc maradt el. Nemes Nóra, Petrovics Gerda. Jaj, de szép bejátszás. És Kelemen Gréta újabb góljával. 39-27. Egy jól előköszönt támadójáték után Szalmazita újabb védésével hozhatjuk támadásba a labdát. Repák, Nemes, Petrovics, Bagi. Bagi virágtól is érkezik egy nagyszerű bejátszás, így Kelemen Gréta 10. góljával 40-27-re módosul a mérkőzés állása. Igen, Nemes Nóra és Petrovics, Nemes Nóra elnézést, és Kelemen Gréta 10-10 gólt lőtt ezen a mérkőzésen, 10-10 gólnál járnak. Ez a 40 gólból a felét ők lőtték,
nagyszerű egyéni teljesítmény, de ugye ez mind ott van emögött az, hogy nagyszerű társak segítik ki itt Petrovics Gerdára, gondolok főként, aki a rengeteg gólpasszt adta mind a Grétának, mind a Nórának. Repák Viktória érkezik középre, jól cselezett, de most ezt a cselt. Repák Viktória most irányítóba, és Petrovics Gerda a pályán. Nemes Nóra, passzív jelzés, ugye? Mérkőzés második passzív. Repák Viktória próbál betörni, de az egy az egyezősi tevékenységét Ofra Zsófi állította meg. Úgy látom, hogy kettő passz van még hátra, tehát valószínűleg elő fogjuk készíteni ezt Nemes Nórának, és ő 10 méterről felugrásból kapura próbálja lőni, de a kapus ezt a sáncról levágódó labdát jól védte. Szélre teszik ki a labdát, de... Gyerünk, hányok, védekezünk még ebbe a utolsó percekben, ne hagyjunk könnyű gólokat. Marga József számon kéri még mindig a játékvezetőtől az előző hibáját, de én azt gondolom, gyerünk, lányok, a védekezéssel jó védekezés, Petrovics Gerda szerezte meg ezt a labdát, aztán a visszafele futás közben majdnem elvesztette, de szabálytalanul vették el a labdát. Aztán Nemes Nóra és Petrovics Nemes Nóra, Petrovics Gerda, Repák Viktória. Repák Viktória most irányítóban, ő próbálja, úgy látom, igen, befuttatni. Ső próbál most lőni, lövését a Máté Szalkai kapusa hárította. Gyerünk, lányom, gyerünk, kicsit most beleültünk ebbe a mérkőzésbe, még itt a végén azért örvendeztessük meg a hazai nézőket néhány góllal. Repák, Nemes, Petrovics. Egy nagyon szép hár mögötti passzal, Bagi Világ, erre gondoltam. 56. percben 41-27-re módosul 14 gólos előny immár. Gyerünk, még védekezzünk, egy rossz bejátszás után. De jó lett volna, hogyha megszerezzük ezt a labdát is. Így van, a Bagi Virág emberfogással fogja a Máté Szalkaiak balátlövőjét. Talán már egy következő meccsre készülünk, vagy nem mondom, hogy annyival jobb lenne a Szalma Zita indítását, pedig Bagi Petra váltja gólra. Bravo az előbb a testvére, Bagi Virág, most pedig ő maga lőtte a gólt így. Gyerünk, lányok, Bagi Virág még mindig emberfogáson, és hátul pedig öten próbálunk védekezni. Hú, és egy technikailag nem a legszebb, de roppant eredményes gólt láthatunk, kedves nézőink, Búzás Petra, de ő a dicséret nagyszerű góljával. 42-28 a mérkőzés állása. Bagi Virág pedig a pályán töltött perceit maximálisan kihasználja, és ezt a lövést is gólra váltja. Bravo Virág, ez volt az ő ötödik gólja, igen, a papírom szerint. És egy jó labdaszerzés Petrovics Gerdától, Kelemen Gréta. És ha előbb azt mondtam, hogy a játékperceket nagyszerűen kitölti, akkor most ezt meg tudom erősíteni. Az 58. percben Bagi Virág góljával 44-28 a mérkőzés állása, és igen, ez volt az ötödik gólja Bagi Virágnak a pályán töltött 12 perc alatt. Bravo Virág, nagyszerű teljesítmény. Gyerünk, lányok, védekezzünk így tovább. Szalmazita újabb védése, és
Sajnos a Zitának a védéseit nem sliguláztam, de nagyon jó százalékot mutatna ez a statisztika. Itt a második félidőben rendre a fáradó Máté Szalkaiak lövését nagyszerűen tudja Fédi. Hofra Zsófi szeri össze ezt a labdát, és most egy picit szerencsés volt a Zsófi, és szerencsétlen volt a Hajdunánás csapata, hiszen így 44-29-re módosul a mérkőzés állása. Repárt Viktóriát lökik ki, majd Bagi Petrát is ugyanilyen lendülettel. Tehát 60 percig keresztül ígérték a Máté Szalkaiak a kőkemény védekezést, ezt próbálják be is tartani, még így 15 gólos hátrányból is gyerünk, lányok. Bagi érkezik középre, Petrovics Gerda, Nemes Nóra, Petrovics Gerda, Bagi Virág indítja meg a húzást, Petrovics Gerda pedig lövéssel próbálkozik, amit nagyon jól tett egész mérkőzésen át, ezt most a sáncról sarokdomás. Bagi Petra kéri, hogy segítsen neki Repák Viktória, aki meg is érkezik. Igen, passzív jelzés, utána lőni kellett, Nemes Nóra szánta el magát lövésre, de ez már így egy perccel a vége előtt nagyon nem volt jó. Egy gyors lerohanás után még itt a slusszpoint, nehogy a Máté Szalkaiak adják, Cakó Boglárka góljával 44-30, tehát elérték a 30 gólt, ami az ő részükről roppant dicséretes, viszont a Hajdunánás hazai pályán nem kapott még ennyi gólt. Ez a 30 gólt mindenféleképpen soknak ítélem meg. A védekezést azért ez minősíti, hogy vagy nem vettük annyira komolyan ezt a játékot, de ugye, ez mind-mind, hát ez egy nagyon csúnya szabálytalanság, a kör fölé beugró Repák Viktóriát lőtték meg, egyértelmű kettő perc, ezt úgy látom nem kapta meg az ellenfél játékosa, a vendégeink játékosa, és Repák Viktória végzi el a 7 méteres. Jaj, de szép pimasz gól, lövőcsel nélkül csak elengedte. Na ez legyen a slusszpoint, gyerünk lányok, 45-30, így 15 gólos előnynél, 13 másodperccel a vége előtt, ne kapjunk gól, gyerünk lányok, és jó védekezés, Buzás Petra lövését hájtottuk, és még egy támadásra van talán időnk, nem? Visszaérkeznek, elütik a labdát, így 60 perc játék után. Én azt gondolom, hogyha csak ezt a eredményt fogjuk majd látni, akkor 45-30-as előny, magabiztos Hajdunánási győzelem, 15 gólos győzelem újfent az NB2-be, így a tabellát továbbra is 100%-os teljesítménnyel vezeti a Hajdunánás csapata. Gratulálok minden játékosnak, ugye egyénileg kiemelném Nemes Nórát és Kelemen Gretát, aki 10-10 góllal zárta ezt a mérkőzést, de Orsós Alexandra, Bagi Virág, Kozma Krisztina és Petrovics Gerda is 5-5 góllal tette hozzá ehhez a mérkőzéshez a jó eredményt. A kapuban Szalmazita nagyszerűen védekezett, és végül ki a végén, a meccs végére szerencsére kijött az a különbség, amit Szamire számítottunk. Az elején egy picit nyögvenyelősen indult ez a játék, de így is magabiztos győzelemmel zártunk, tehát nem maradt más, mint hallgassuk meg az edzőknek a nyilatkozatát, valamint a mérkőzés legjobb játékosának megválasztottját. A mérkőzés legjobb játékosa részére a pezsgőt a Molnár Élelmiszer Kft. Biztosította. Eléggé bemaradtunk az öltözőben, rosszul kezdtünk, de tényleg, ahogy mindig is szokott lenni, utána összekapjuk magunkat, játszik a saját játékunkat, felszabadulunk, és a végére megint talán a bajnokság egyik legjobb csapata ellen sikerült egy viszonylag nagy különbséggel győznünk. A védekezésünknél a lövő kilépés nem sikerült a 2-3-asnak megbeszélnie, és a beálló körül védekezésünk is döcögött. Én nem érzékeltem a csapaton, hogy túl izgolnánk, biztosak voltunk magunkban, hogy a végén azért valahogy behúzzuk. Hál' Istennek sikerült. Úgy gondolom, első fél időben bírtuk a tempót, fegyelmezetten játszottunk, viszont utána a két csapatbeli különbség kijött. Nyilván ugye mi nem edzünk annyit, mint a Hajdunánás, jobb kondiban vannak, többet tudnak cserélni, de tehát, hogy
megszorongattuk őket, ameddig csak bírtuk. Azzal nem vagyok elégedett, hogy nem futunk vissza, ezeket majd javítani fogjuk. Én azt mondom, hogy ahhoz nem kell ész, hogy visszafussunk, ahhoz a lábunk kell, meg a szívünk, hogy vissza akarunk jönni. Ott egy kicsit megtörtünk, pont ezt beszéltük a lányokkal, hogy azt nem szeretném, hogy elmennek 5-6-tal az ellenfelek, és akkor mi ott teljesen összetörünk, hanem mi csináljuk azt, amit nekünk gyakorolni kell. Ez részben teljesült, részben nem. Hazai meccseink lesznek, Salgótarjánt fogadjuk jövő héten, utána megyünk Beszörménybe, aztán pedig Vitka és Füzesabony lesz. Ezt a 4 meccset meg kell nyerni, tehát hogy ez belefért, ez az egy, de a többi nem. Tehát ott győzni megyünk, 2 pont kell. Tudnám egy kicsit nélkülözni, megmondom őszintén, hogy itten felbosszantjuk a cserepadot, a nézőket, meg hát saját magunkat is. Tehát volt egy értékeltetlen negyed óránk, ami aztán rányomta az egész mérkőzésre a bélyegét. Tehát úgy gondolom, hogy ennek a csapatnak nem szabad 30 gólt kapni, tehát megvan a feladat, ami a jövő hétre vár rájuk. Tehát sokkal keményebben, agresszívebben kell védekeznünk. Talán a melegítésen kell egy kicsit változtatnunk, hogy több küzdő jellegű feladat szerepeljen benne, ütközések és egy-egy elleni párharcok, mert azokban maradunk, mert beragadunk a 6-oson, illetve az egy-egy elleni védekezésünk sem volt megfelelő. Még így is maradtak ki helyzeteink, tehát ez nem az a mérkőzés volt, amikor elégedett az ember. Szimpatikus, jó küzdő csapat a Máté Szalka, tehát azért oda kellett minden pakolni, hogy ez a különbség a végére kialakuljon. Egy kötelező győzelemmel ért véget át ez a mérkőzés, és mint hallhattuk Varga Józseftől is, azért némi hiányosság volt ebben a játékban. Ez a 30 kapott gól mindenféleképpen sok hazai pályán a Hajdunánál csapatától. Ezen fognak dolgozni a lányok a következő héten, és a tabella utolsó helyezettjéhez, Hajdúböszörményhez ellátogatva egy magabiztos győzelemre számítunk ismételten. Tartsanak velünk legközelebb is, további szép napot, viszontlátásra!